Sziasztok, íme a Retro Craze 58. része, amelyben a Xing Jing Wuxi Super Fighter nevű Nintendo-s kalóz verekedős játékot fogom bemutatni, és kezdjük is a fő címképpel. Milyen turbó zene ez, kérem szépen. Rohadt gyors ez a zene. És, hogy üszte legyek, egy másik Xing játéknak is eléggé hasonló zenéje van. Nem mondjátok nekem, hogy a Duobao, Xiao, Ying, Hao, Guang, Miyu, An, Hei, Chuan, Shou-nak nem hasonló a zenéje. Ami lehet, hogy erről is lesz szó, csak nem bírom végigvinni a játékot, nem tudom, hogy hova kell menni. Rohadtul hasonló a zenéje. De menjünk tovább. Aztán itt van ez a karakterválasztó képernyő. Na kérem szépen, elvileg 18 karaktert látunk a képernyőn, de megmutatom nektek, hogy ez 9. Mert mindegyikből 2 van, mert hasonlóak, csak más valamennyire kinézetük. Tehát ugyanaz. Ugyanaz. Na jó, kezdjük el akkor Clyde-tal megyek Pertin ellen. És hát ugyanaz a főcímképernyő zene, tehát gratulálok a zene felhasználáshoz. És arról ne is beszéljünk, hogy ezek mind Street Fighter karakterek, mert akivel ellen játszok az a... Szovjet, nem mint eszembe hitel a neve. De figyeljetek! Megnyertem. De itt van egy említeni való. Hogy lehet az, hogy én legyőzöm az ellenfelemet, és oké, hátraesik. Jó, még pattog, meg gumiből van, aztán ez úgy hirtelen kiesik a küzdőtérből. Ez hogy? Milyen hülyeség ez? És az, hogy már egyszer nyertem, de azért round 1. Jó van, tovább megyünk, nézzük azt az energiacsíkot. Oké, még van, még mindig van egy kevés, és már nincs, de elvileg még évek, meg ő is. Kérem szépen, az energiacsíkot is úgy elkúrták, ahogy van. Jó, minden karakternek van egy ilyen képernyője, amikor győz. És akkor megyünk a második karakteren, ami egy Bianca utánzat. És most láthattok egy tökéletes példát az unfair, kurva béna mesterséges intelligenciára. Hogyan győzzem már le, amikor ugyanazt az egy mozdulatot tökéletes időzítéssel használja. Fölkelek és már egyből letámad. Mi csináljak ez ellen, kérem szépen, mit? Pofátlanul csal a mesterséges intelligencia. Mi csináljak ellene, tényleg? Mindjárt perfekte, úgy van, perfekte, le is győzött. Persze, puf, én is kiestem. Hát köszönöm szépen. Második menet, megmutatom, mi történik. Direkt begyorsítva. Azt a mindenit, talán most lesz esélyem. Na, a francba, ajajajajaj, na. Hát ezt átugrottad, egy degalád vagy, ó. Haladunk valamerre, mert most már nem használja ugyanazt az egy pörgő, hoppá. Na, csinál csak azt, csinál csak, így véged lesz, öreg. Ó. Ez epic küzdelem volt. Azt a beleugrott. Jaj, de menő! Hát igen, ez a játék annyira szar, hogy nem bírok egyszerűen normális lenni, és most saját klónom ellen küzdök, és tehát ezzel is bizonyítom, hogy minden karakterből kettő van. Amúgy ez, akivel megyek, a Clyde, ez egy Guile. Amúgy. Ezt a mindenit. És most nyerésre állok, és megint beleugrott. Na még egyszer, gyerünk! Úgy van, na még egy találat, és megnyertem. Biztos sok mázim volt, mert második menet. Lehet nézni, hogy mi történik. Most ő játssza el ugyanezt. Mit csináljak ez ellen, tényleg? Föl kell egyből puf, lő és lő. Begyorsítva mutatom a harmadik menetet, mert hát időm az rohadtul nincs itt lenni a játéknál. Úgy van, levegőbe elkapott, és le is győzött. Minden karakternek van ilyen Game Over képernyője, ha visszaszámol. Mivel még van 5,5 percen, menjünk tovább. Hát, mit tudom én, menjünk. Menjünk bele. Ilyen kengurúra hasonlító ellenfél ez. Kinnel megyek, ami egy dem utánzat amúgy. És ez... megint egy hasonló módon folyamatosan lövő ellenfél. Elnézést, nem tudom a Street Fighter karakterek nevét, de ez a kettő is persze Street Fighter karakter. Nem vagyok annyira jártas abban a játékban. Tehát megint
egy helyben áll, és lő, és lő, és lő. Te csodálkoztok, hogy én is ezt játszom el az ellenfelek ellen? Ők is ugyanezt játsszák el. De jó, van, második menet. Megpróbáljuk azért. Aj, úgy van, sarokba szorított. És hogy lehet az, hogy eltalálom, és szokás, átmegyek rajta, de azért energiája nem csökken. Hányszor csúsztam át alatta? Elég teszem, szerintem ez egy Embison karakter lehet. És ez mi volt az előbb? Ott volt, és hirtelen a játék zúgy kitolta a másik végére. Érthetetlen, kérem szépen. És most megmutatom, hogy a harmadik menetnek milyen végeredménye lett. Nem mutatok sokat, csak egy másodpercet. Na tessék. Hát persze, ő győzött le, mert nem sok esélyt adott nekem. De menjünk tovább. Aj, de hogy néz ki, azt a mindenit, de undorító. Na de, haladjunk tovább, mert még bőven van 4 percem. Válaszunk egy másik karaktert. Jó lesz mondjuk ez. Lehet, hogy ez ugyanaz. Így van, ugyanaz. Na mindegy. És úgy tűnik, hogy Marilyn Chun-Li ellen fog most küzdeni. Hát aki azt mondja, hogy ez nem Chun-Li, ez kérem szépen az. És láthatjátok, milyen übercsíp karakterem van. Hihetetlen, ja, most eszembe szerintem Vega. Az csinál ilyen győzelmi mozdulatot. Hát... én inkább ezzel játszanék, tényleg hirtelen betoltam a Street Fighter 2 turbót. Tudom, hogy Super Nintendo, de akkor is inkább ezzel játszanék. De visszatérve a játékra, tovább mentem, és persze, hogy már megint egy Blanco Kong ellen kellett mennem, és persze, hogy sikerült legyőznöm, mázli. De aztán visszaadta komatoskon a kölcsönt, úgyhogy perfektre legyőzött. Harmadik menet? Láthatjátok, harmadik menetben újfent semmi esélyt nem ad nekem. Semmi esélyt, és perfektre legyőzött. Pofátlanság csúcsa, kérem szépen a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Menjünk egy másik karakterre, most Pertinnel megyek, Atsar ellen. Azt a minden itt demenő ez a karakter. Ah, hát hogyha ezt csinálja folyamatosan, akkor én inkább eszek addig. Ez unalmas. Finom ez a csoki. Ennyi. Simán megebédelek, amíg ez ezt csinálja. Most tényleg. Nem jutok szóhoz. Kész. Ugyanazt az egy mozdulatot használta végig, láthattátok? Ugyanazt az egy mozdulatot. És megint ezzel kezdik. Amúgy ez egy E-Honda karakter akar lenni, ezzel nem felem. De elég ilyen Donkey Kong kinézete van, már nem azért mondom. De úgy van, mind a ketten dupla összes, és ő leesik a képről, én nem. Haladjunk tovább. Na. Junta ellen megyek. Hát ez most vagy Ryu, vagy Kenny, hirtelen nem bírom még eldönteni. Szerintem ez Ken, de mindegy. Ja, igen, ő csinálja ezt a felütést, ha jól tudom. De érdekes módon most van végre valami esélyem, hogy nyerjek azt a mindenit. Oké, álljunk itt meg egy pillanatra. Tehát eltaláltam, és előre esik. A fizika kicsit sem helyes. És itt begyorsítva nézzük a második menetet. Hát, egész szoros küzdelem lesz. Főelnyerésre, és megnyerte a francba. Harmadik menet, hát megint kiélezett küzdelem, és megnyertem. Hú. Na ne, gyerekek, itt szokás szerint bénázni fog, és el fogja kenni a számot szó szerint. Azért mutatom így a meccseket, hogy láthassátok, hogy minden karakter hogy és mit művel. Nem akarok ebben végigjátszást csinálni, mert hát minek? Tényleg. Végén úgyis megmutatom a befejezést.
szerintem ez is egy érdekes karakter, mert folyton dash-el, és akkor kétszer is eltalál. Esélye nincsen erre, hogy megmutassa. Na, ott van. Át is ment rajtam. És le is győzött. Jaj, de menő vagy. Hát szóval, szerintem értetitek, hogy én miért mondom azt, hogy ez egy kurva szar verekedős játék. Tényleg. És itt a befejezés. Egy stáblista. És kész, ennyi volt. Ennyi ideig mutatja, 5-6 másodperc. Ez egy kurva szar verekedős játék, és még nem is mondtam el a legnagyobb point. De most jön egy random videó. Na tehát, a legnagyobb point ebben a játékban az, hogy a Vixing fogta ezt a két játékot, és áthekkelte ezzel a játékká. Szánalmas. Na, turostársos, sajtos kifélés, sós perc. Sziasztok!